magyar színészeket felvonultató sorozatunk ezen részében Csala Zsuzsát szeretném bemutatni. Csala Zsuzsa nevének hallatán azonnal valamilyen kabaré jelenet ugrik be sokaknak. A mindig mosolygós, csupa jókedvet, csupa derűt sugárzó színésznő sajnos már nincs köztünk. Jeleneteiben mindig kirobbanó formában volt, és fantasztikus humorát imádta az egész ország. Csala Zsuzsa 1933-ban született Újpesten. Jászai Mari díjjal kitüntetett érdemes művész volt, akit a kabaré műfajának egyik legnépszerűbb komikájaként tartanak számon. 16 éves volt, amikor a gimnáziumi színjátszócsoport egyik előadása közben Pártos Géza felfigyelt rá. Az ő tanácsára jelentkezett később a Színház és Filmművészeti Főiskolára, amelyet azonban nem végzett el, ugyanis a harmadik évben eltanácsolták. 1954-ben az Állami Dériné Színházhoz szerződött, rá egy évre pedig 5 éven keresztül az EGRI Gárdonyi Géza Színházban játszott. Engedélyeket szeretek sorban állni? Én kifőzést szeretnék nyitni. Láncsi néni tűzhelye, ez lenne a neve. Micsoda? Láncsi néni. Maga Láncsi! Szilikém, van kotonu? A Csipike udvarója nem egy öt ment. Nagyon rendes fiatal ember. Törtelő szerkesztő. Micsoda? Foglaljon rá, ma hívom a doktor. Maga egészen másnak tudni. Nekem szívem van. Hogy ne? Meg Mája is, hagyjuk ezt kérem. Két kilócskát, akár egy Jordana, akár egy pici babán. Mintegy 40 éven át, 1960-tól 2000-ig a Vidám Színpad tagja volt, ahol számos neves színművésszel együtt kiváló darabokban nevettette meg a humorra éhes közönséget. Csala Zsuzsa egészen a haláláig a Budaörsi Játékszín tagja volt. Több száz színpadi és televíziós szerepet játszott el, s több tucatnyi kabaré jelenetben láthatta őt a közönség. Már a 60-as évektől kezdve szinte állandó szereplője volt a szilveszteri televíziós műsoroknak is. A színpadi szereplések mellett szinkron munkái is születtek. Ő volt többek között Ursula magyar hangja a Kérem a következőt című nagy sikerű magyar rajzfilmben. Azon kívül a doktor úr Zappelyét, Kölesét és kedvenc olajos magvait is magával vitte. Hangját a Kíváncsi Fáncsi című rajzfilm sorozatban is hallhattuk. Miért nem férsz a bőrödbe? Mi van veled, Fáncsikám? Csak növeled a munkát. Kulocskázzunk. Nem tehetem, gyermekem. Nyakamon a nagy mosás. A külföldön élő magyarokat számos turné alkalmával szórakoztatta, Amerikától Ausztráliáig, s kedvelt szereplője volt a Rádió Kabaré műsorainak is. A mama sikoltozik. Jó, jó. Rászálljuk azt az ócska vázát is, jó? A mama kirohan, ruhája elszakadva, a szeme alatt monok. Na ne, fiam, hát te meg vagy! Kisfiam! Mama! Én majd kifestem a szemed alját. Jó. Egy időben ő volt a lottózás reklámarca, és polgárőrként is dolgozott. Gépkocsi tolvajokat üldözött, és a Magyar Rendőrnök Szervezete tiszteletbeli tagjának is megválasztották. Mennyi új szenvedélyem van. Jó. Öregkoromra, 70-en túl. Jaj, zsaru lettem, zsaruká. Van olyan izgalmas egy ilyen nap, mint egy premier. Állítom meg. Te nem a Markos fertőzött meg tényleg? Nem. Más. Egészen. A férjével a Dériné Színházban ismerkedtek meg. Együtt szerepeltek 1955-ben Molière Dandin György című darabjában. 1996-ban vesztette el élete párját, gyermekük sajnos nem született. Csala Zsuzsa számos tévéfilmben is feltűnt. Folytonos arangozás, mint kokonyné temetését. Jó, minden meg lesz, Sanka. Na, mondja. Mennyivel lesz drágább, osztom? Pirosat is hozzáadjuk. Asszonyom, engedje meg, hogy bemutassam Mr. Poppert, cégünk új főnökét. Poppert. Hintalapok vannak. Hát akkor nagyon sajnálom. Szólam, na gyerünk be.
Egyébként a kérdés, hogy ebben az üzemben vajon hogyan áll a női egyenjogúsága? Hát, hogy állna, ugye? Úgy, ahogy annak állni kell. Primán, nálunk ugye lehetővé tették. Nem ő lesz, a Laci. Laci, igen. De ő is letette. Nem, ő nem tette le, de van két aranyos gyereke. Igen, hát ugye valamiben el kell tartani ezeket a szegény gyerekeket. Nagyon jó, tudja, mondom, majd megmondom én maga a fiának. Bocsánatot kérek. Ez nem ide tartozik, ez divattáró, kérem. Szóval azt mondja, hogy én tönkreteszem a fiát. Mondom, bocsánatot kérek, kérje. Ő tartozik. Odalész! Tolvaj! Jó néhány mesefilm és ifjúsági film is őrzi a művésznő emlékét. Hol van a hitvesünk? Mi vagyunk Zacskónia, szép Papirónia királynéja, édes párom, fölséges doboz királyom, szeretett hitvese és szülőany. Szemmel kellene tartani a két gyereket! Igen, vagyis vigyázni kellene rájuk. De titokban? Igen, titokban. A reggeli busza jönnek táborozni a barátok. Tesek honra, eladunk! Nem őrizgettem, mennyit adja? Mennyi van? Ha mennyi köv? Az egész útvonalra. Innen, odáig és oda. Gyepesítjük az útvonalra. Hidlink, hagyma. Hagyma. Tök a szalonnával. Csak a katas viadal. Hopp be a pszát! Gyönyörű! S utána a vacsorát te főzöd! Mindjárt itt lesznek a vendégek! Vendégek? Ma, amikor a döntő van? Az bizony, döntő! Döntő! Volt egyszer egy házas pár, és mindenes lány keresett. Találtak is nem sokára, salakás, ragyúva, elpirulva. Én szólt a lány, elmegyek. Minek most már eltitkolni? Útban van egy kis gyerek. Jó, nyert! Két nyílő! Kicsit fel vagyok zaklatva, mert ahogy ideértem a tévé elé, nagyon begorultam. Már úgy értem, hogy begorultam a kapun, mert róla mindenki azt mondja, hogy Dóra nem. Akkor aztán azt kezdtem érezni, hogy termesz hangyák mászkálnak a gyomromban. Elosztad az építési engedélyt? Azt mondta, hogy a jövő héten. A múlt héten is azt mondta. Hát most mit csinálj? Hogy mit csinálj? Most bevágtam az ujjamat miatta. Tényleg? Jú. Mit bámulsz? Hozz egy kis gézt! Kivételesen, abszurdon nem akarok terhes lenni, csak a csarnokban. Együtt megyünk mi ketten, mondtam is szapátnénak. De Piri, amilyen jó ember ez a balok szomszéd rá. Köszönjük előleg, kinder. Nagyon kérem, hogy minél előbb ügye, jó? Na gyere, aranyom! Gyere, csillag! Gyere, gyönyörim! Gyere! Gyere! Jaj! Kérdj csak, szeretni kell az állatot. Igen. Gyere, mert úpa lédrugok, hogy elszakadj! Nem menj! Miért suttogsz? És miért vagy így kiöltözve? Mész valahova? Hát te megengedted nekem, hogy én hozhatok egy vendéget magammal. Minden vendégem hozhat egy vendéget. Hoztam egy vendéget, na de ez viszont nem férfi vendég. A jóget foltozó, ha bosszankodnak dolgozó, oda benden ülünk, s vetünk egy mosolygos tekintetet. Autógramér álltam sorba Kabir Bediné. Kabir Budina? Mi vagy te szép fiatalember, aki felébresztett örök álmomból? Királyfi vagyok, királyfi Jenő. Én meg hol Jobbra a lépcső mellett. Nem a toalettet keresem! Nekem is puszít, puszít! Én csak ezért szeretek meccsre járni. Jöjjön be, foglalj jól helyet, igyon valamit, vagy mit csinálj egy cigarettát. 10 év múlva! 20 év múlva! Mondtál, nagyon fejlett vagy ideológiailag? Nagyon. Akkor csak egy kis. Oly sok tisztát megeszünk, de ne veszünk meg minden. Oly sok tisztát megeszünk, de ne veszünk meg minden. Hallotta ezt, Mancika? Hallottam. Miért kezd maga mindig ki vele? Nem, mint hogy én. 15 éve dolgozom együtt ezzel a szabadság, felépítjük új hazánk, az anyám is úttör önök nevelte lányát. Őszintén szólva, Alvaro úr, én jobban szeretek énekelni. Érdeklődések a tiltatlan.
nagyobb pika, akit töfni, vágni, rugni kell. Hogyha nem létezze, puf! Sose volna ennyi jaj! Mit mondott az öreg kis? Hogy egy kis ígyunk is, és a cigány elhúzza a lótánkat. Mit mondott az jaj, de okos a nagy, de okos a kis is. Mert hát a kis szomjas, az folyton igyék is. Csala Zsuzsa 80 évesen, 2014-ben hunyt el Budapesten. Mit szól? Hát ebben a parfészekben még melegvizet se kapok, hogy teát csináljak magamnak. Van valami probléma, asszony? Ebben a parfészekben van ebben. Hát mit Tele, nem férő, bele, látod, mit tettél, férő, bele, látod, hogy mit tettél.